Kedves nézőink, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket ismét a Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban című műsorban. Hát most szokás szerint, amiből már lassan hagyományt tettünk, most nem Platti Iván mondja ezt az első mondatot kedves nézőinknek, hallgatóinknak, hanem megcsináljuk ezt a szokást, hogy évente egyszer legalább megkérdezzük őt, hogy mi történt ebben a műsor sorozatban. És most már nem csak egy év lenne, amiről beszélgetni lehetne, hiszen több mint 6 éve indult el ez a műsor sorozat 2015-ben, ezért érdemes róla beszélni, hogyha valaki megpróbálja megnézni ezt a műsorsorozatot, akár a televíziókban, akár a YouTube-on, vagy a forrásmedia.hu weboldalon, akkor jó, hogyha tud róla, hogy mi ennek a sorozatnak a története. Én szerintem a sorozatnak a története az lesz, amit Iván elmond, hogy ez lényegében Magyarország története is, hiszen elindult egy olyan időszak, az egyházak szerepe a mai társadalomban ezzel a gondolattal a rendszerváltás után, amikor első olyan intézkedő személynek Platti Ivánt nevezték ki, aki egyébként csak egy egyszerű iskolatanár volt. Egy kis oktató, igaz? És akkor érdekes volt a rendszerváltás után, hiszen előtte a szocializmusban volt egy külön intézmény, egyházügyi intézet az állam részéről. Itt viszont csak ilyen főosztályt hoztak létre, és ő indította, őt téged neveztek ki, igaz? Viszont azért mondom, hogy most egy sorozat, mert elindult ez a folyamat, és amikor befejezted ezt a munkát, akkor már államtitkárként neveztek, tiszteletbeli államtitkárként, vagyis azt jelenti, hogy valami folyamatos fejlődés ment az állam részéről is, meg az egyházak részéről is. És Iván mindig azt szeretné, hogyha csak olyan beszélgető társai lennének, akik a barátai, egyébként a nézők mindig hallják, hogy mindig így mutatod be őket, hogy barátom, barátom, ismerem őket, vagyis, hogy valószínűleg egyrészt, hogy ismeri őket, de sokkal dolgoztak is együtt, vagy figyelték egymás munkáját. Tehát lényeg az, hogy beszéljünk arról, hogy milyen ez a sorozat. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy igen, hát egy ilyen 6 éves tevékenységet összevonni, és egy mindenki számára esetleg ismertebbé is tenni, hogy érdemes a YouTube-ra azért rákattintani, amikor ezt keresi, hiszen most már rövidesen 190 interjú, illetve beszélgetés történt a 6 év alatt. És jó, amit mondasz, mert végül is egy kortörténeti beszélgetésről van szó. Tehát a történelemnek egy jelentős olyan részéről van szó, ami 32 évvel ezelőtt indult el. Ahogy te említetted, az Állami Egyházi Hivatal megszűnik jogutód nélkül, és akkor kérnek föl, akkor német kormány időszakáról beszélünk, Glasz Ferenc miniszter, hogy szervezzek meg egy egyház és az állam párbeszédét jelentő, és nagyon fontos párbeszédét, egyenrangú párbeszédét jelentő koordinatív főosztályt. Egyházi főosztályként először. És ez 89. augusztus 1-jel, sőt már július 7-én kértek föl, csak akkor a maga kinevezés az akkor történt. És egy kis létszámú főosztályt sikerült nagyon jó munkatársakkal
akik elkötelezettek voltak egy új valaminek a megalkotásába. Szóval nem mindegy, hogy valaki kap egy 40 év után karanténba tartott egyházaknak a társadalmi szerepvállalását elősegítő párbeszédnek a való részvételét. Mindegy, hogy ez milyen szakmához kötődik, oktatáshoz, szociális gondoskodáshoz, és így tovább, kultúrához. Ugye ez mindig az kell, hogy az egyházak a társadalomban jelentős szerepet játszanak, egy egész társadalom kulturális szellemiségének gazdagításába, értéknövelő értékben, stb. Stb. Tehát ez, most ugye ez azért volt fontos, mert mai napig is még mindig vita van. Ha valaki nem olvas, a politika nem szeret olvasni. Nem olvassa azokat a törvényeket, hogy mindez hogy alakult, és hova jutott, és kiknek a részvételével. Amikor 6 évvel ezelőtt felkérte engem, én akkor már nyugállományban voltam, hogy neked nagy a kapcsolatrendszered a témába, gondolkodja azon, hogy mi lenne egy rádió, elsősorban rádiós műsorban, akkor kontaktrádió működött itt, hogy mások is megismerjék azt a korszakot, amiben te részt vettél 4 kormány alatt. Ugye végül is itt azért egy kezdeti, én úgy szoktam mondani, hogy a görcsoldó időszakban vannak partnerek, és kölcsönös bizalom megteremtésével hogy lehet elősegíteni, hogy az egyházak megtalálják helyüket abban a társadalomban jelen voltak, csak hát ugye volt egy 40 év, amikor ez a jelenlét, ez nem volt illdomos, és minden eszközzel próbálta az akkori politika az egyházaknak ezt a fajta tevékenységét vagy megszüntetni, vagy csökkenteni. És akkor én gondolkodtam rajta, és akkor egy úgynevezett szinopszissal álltam elő, hogy hát kortörténeti személyiségekkel kell bemutatni azt, amiről beszélni akarunk. Hát ez történik már 6 éve. De azért, mert az volt a rádiónak a neve, amit működtetnünk kellett, kértek rá, hogy kontakt. Mi azt mondtunk, na jó, hát akkor legyen a kapcsolat a fontos téma a műsorokban, és itt a kapcsolat nagyon fontos téma volt ebben a műsorban is, nem? Hát egyház igen. És az államok kapcsolata. És természetesen nagyon jó igazad van, hogy amikor elkezdtem gondolkodni ezen, és összeállítottam az első névsort, hogy kikkel kellene elkezdeni egy ilyen kortörténeti sorozatot, hogy mindenki megismerje. Egy jogásszal kezdtem el, Pacolai Péterrel, akkor alkotmánybíróság elnöke volt, ma a Strasbourgi Emberjogi Bíróság magyarországi tagjaként. De természetesen Erdő Pétertől kezdve a különböző egyházak vezetői, világi vallástörténésztől kezdve önkormányzat és itt, tehát a társadalom minden rétegét képviselve a kapcsolataim és mondhatnám, hogy a baráti kapcsolatok révén hát talán egy-kettő kivételével nem akart szerepelni, mindenki szívesen vállalta, hogy elmondja a maga életét, a maga életén keresztül részvételét abba, hogy ő azon a abba a pozícióba emberként, vagy pozíciót eltölt emberként, hogy próbálta segíteni, milyen eszközökkel, és így tovább. Az, hogy valóban a társadalomban az egyházak megtalálják helyüket. Ez azért, ha valaki így gondolja végig ezt a közel 190-et, akkor megtalál benne, azt lehet mondani, hogy a társadalom minden rétegét érintő. Benne nagyon fontos Magyarországon működő világvallások mindegyikét. És a szerzetesrendek legjelentősebb, hogy is mondjam, itteni működését, vagy annak történetiségét. Tehát úgy is lehetne ezt mondani, mi akkor erről beszélgettünk, hogy igen, hát ez egy jó kortörténeti, de végül is vallási ismerettel jössző műsor is, hiszen rajtuk keresztül, ha valaki addig nem foglalkozott a Magyarországon működő vallások, akkor megtudta, hogy mi az, hogy buddhizmus, mi az, hogy hinduizmus, mi az, hogy judaizmus, mi az, hogy protestantizmus, annak milyenféle ágai vannak, katolicizmus, az ortodoxia, és így tovább. Tehát gyakorlatilag az a színes kultúra, amiben az egyházak jelentős szerepet játszottak, és ma már azt lehet mondani, hogy újra játszhatnak és játszanak, ez azért, ezt elősegíteni,
Ez egy misszió volt, nem csak számomra, hanem mindazok számára, akik nem csak a műsorba vettek részt, hanem az én munkatársaim is voltak. Igen, és akkor a kedves nézőknek ezt mondjuk, hogy ez jó tudni erről a sorozatról, hogy mi azt mondjuk rá, hogy ez a Magyarország történetéről szól, de nem úgy, hogy a beszélgető társak elemezték a politikát, kritizálták, dicsérték, hanem saját magukról beszéltek el, vagyis hogy ha egy ilyen hosszú sorozatban mindenkinek a saját működését elemezzük, akkor ezt össze tudjuk rakni történelemmé, igaz? Hát igen, ez volt a szándékom. Mert lehetne úgy is, hogy másokról beszélgetünk, hogy ki a hülye, nem, ki az okos. Abba maradtunk, nem, mindjárt nem a legelején, ezt te is kérted, de én is azt mondtam, hogy én soha nem voltam politikus, nem is akarok. Ebből adódóan nem a politikánakról beszélünk, hanem a társadalomban lévő folyamatok, és ebben az egyházak milyen szerepet játszhattak, és mi az, amit közösen lehetett meg, hogy játszhassanak. Tehát ugye nagyon fontos a párbeszédnek a két fél közti egyenrangú félként való a jövőt építő cselekvései és együtt gondolkodása. Hát ezért ez a műsor, ez, ha valaki ezt végignézi, sőt volt, aki azt javasolta, hogy érdemes lenne ezt a 190 sorozatot papír alapra, tehát könyvbe is megjelentetni, mert lehet, hogy a kortörténészek jobban meg tudnák ismerni majd valamikor ennek az elmúlt 30 évnek, vagy 32 évnek a benne az egyházaknak, a társadalomban a szerepvállásának alakulását. Ennek jogi, gyakorlati, közös gondolkodású, és hát tulajdonképpen ma már azt lehet mondani, hogy a majdnem minden rétegű a társadalomban jelen vannak. Tehát amikor itt valaki azt mondja, hogy mondjuk az egészségügyről egy orvos, egy házi orvos hogy vett részt rajta, és ő neki miért volt fontos elmondani, vagy egy történész, vagy egy helyi mondjuk polgármester, vagy alpolgármester, vagy iskola igazgató. És most direkt nem is beszélek egyházakról, mert végül is erről van szó. És hát az én úgymond arszpolitikám mindig az volt, hogy a jövő építéséhez egyenrangú feleknek őszintén, tisztén, görcs nélkül kell alkotni a jövőbe való részvételébe való részvételét segíteni. Úgyhogy így, de hát mivel mind a kettő, az állam is, meg az egyház is, az állampolgárok bizalmából létezik, és annak szolgálatára hivatott. Gyakorlatilag miről lehet beszélni? Csak az emberről. Tehát nem véletlenül Párbeszéd az emberről, és hát pár évvel ezelőtt, talán 2018-ban kért föl az egyik megyés püspök, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt a 30 évet megírnám. Hát végül is született belőle a könyv, valóban az a cím, hogy Párbeszéd az emberi emlékeim, az egyházakról és a társadalomra, de valaki megnézi ezt a könyvet, akkor az utolsó részben megtalál 133 interjút. Tehát beszélgetést. Ez a beszélgetés, de az az érdekessége, hogy én elmondom a könyvben a magam tapasztalatait, ők pedig elmondják az ő tapasztalatait, tehát kiegészítik. És azért olyan címet adtam ennek a 133 személynek és vele való beszélgetések, hogy a beszélgetés kiemelt gondolatainak a címtára. Tehát a címtár alatt pedig ott van a YouTube elérhető link, ebből adódóan, ha valaki azt mondja, hogy én kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy polgármester mit mond erről a korról, akkor annyi az egész, hogy most, hogyha mindez persze lehetne papír alapon, akkor ez egy könyvsorozat lehetne, mert azért 50-valahány perces beszélgetésnek a leírt, mondjuk azt nem is tudom, 70-80 oldal biztos, attól függ persze milyen sortávolságokkal, és hogy jelenik meg is. És ha inzertek, azaz a képanyag ott van-e mögötte, tehát még színesebbé, még igazabbá teszi a beszélgetést. Tehát igen, ez számomra azért volt fontos, hogy újra napi állapotba kell hoznom magamat ahhoz, hogy tudjak velük beszélgetni máról,
Igaz, hogy a kor történet, tehát önmaga bemutatásán keresztül hiteles személyeket. Miért mondom azt, hogy hiteles személyeken? Mert nem azzal kezdődik, hogy mit szólsz hozzá ma ehhez vagy ahhoz a törvényhez, hanem arra szól, hogy ki vagy te. Milyen ember vagy te? Hát ugye bemutatom önmagamat, aki nem mindenki szeret önmagáról beszélni, de úgy gondolja, hogy ha magáról beszél, akkor utána bármilyen kérdést tesznek föl, önmagát nem fogja meghazudtolni, mert őt mutatja be ez a műsor, hogy egy igaz ember abba a pozícióba hogyan tudott segíteni. Tehát gyakorlatilag a mondandója is mindig hiteles kell, hogy legyen. Igen, és ezekben a beszélgetésekben mindig tényleg nagyon sok olyan történet elhangzik, amiről az emberek nem nincsenek tájékoztatva, hiszen a sajtót olvassuk, vagy a egyházba beszélnek emberek erről, arról, de itt nagyon sok olyan részlet elhangzott, és főleg, amikor van egy ilyen sorozat, akkor azért érdekes azt nézni, vagy annak utána nézni, hogy kik nézik meg ezeket a műsorokat, akik ismerik azt az illetőt, vagy pedig kíváncsiak arra, hogy ja, én ezt nem is ismerem, de kíváncsi vagyok, hogy ki. Mert hogyha valaki a társadalomban szeretnének a valósághoz közeledni, vagyis az igazsághoz, van egy ilyen műsorunk a rádióban, hogy lássuk a valóság, akkor minél több új dolgot tudok, annál jobban látom a valóságot, illetve jobban értékelem a történelmet is. Igaz? Igen. Ráadásul az érdekesség, a 6 év alatt azért eljutottunk oda, de ez az élet hozta, hogyha jól emlékszem, talán 7 televízió és 3 rádió veszi át műsorába. Én Szentendrén lakom, a Szentendrei Rádió minden nap egyet lead. Reggel. Tehát ha valaki fölébred, bekapcsolja a rádiót, akkor hall egy igaz embernek a önvallomását és kortörténeti cselekvéseit jelentő dolgokról. De természetesen a Szentendrei Televízió, Budakalász Televízió, most az úgynevezett nagyobb szórásúakról nem beszélve, mint a Pax Televízió, Heti Televízió, Apostol Televízió. De valamikor meghallottam, hogy a YouTube-on levette, és lelki gyakorlatokon használta, hogy egy lelkipásztor, egy település lelkipásztorának az tevékenysége, mondjuk nem véletlen hívtam meg olyanokat, hogy tudom, hogy a családokkal való kapcsolata mennyire fontos lehet a jövő papjai számára is, hogy nagyon fontos, nem csak a templom van, meg a parókia van, hanem a családok. A családokkal pedig egy élő kapcsolatot kell, abban a pillanatban a nyáj megmaradhat, és nem széled el, ha valóban egy nagyon jó, őszinte kapcsolat alakul ki. Úgyhogy rengetegen használják. Na most persze az ember nézi azért időnként, hogy milyen a nézettsége mondjuk a YouTube-on. Hát van, amikor 1000 valamennyi, és van, ahol csak 100 körül van. De az nem azt jelenti, hogy nem ismeri, csak azt nem ott, onnan ismeri meg. Mióta például a Heti Televízió is átveszi szerdán és szombaton, ott sokkal több visszajelzést kapok, mert annak a szórása a világ minden tájára kimegy. Tehát nem mindegy az, hogy Magyarországon XYZ-vel való beszélgetésről ezt megismeri Kanadától kezdve Izraelig bárki, akkor azt mondja, hogy hát tényleg így is lehet. Na most hát ezért vagyunk, hogy ami értéket tudunk egy-egy ember értékein keresztül is átadni, akkor ez a sorozat, ez én nem csak én, hanem te is, meg akik ebben részt vettek, meg részt vesznek, ilyen szempontból vállalják szívesen azt, hogy leülünk beszélgetni, és hát az ő élettörténetével hogy lehet példát adni mások számára. De végül is erről van szó. Igen, erről, és én azt mondom, hogy akit érdekel, az nézze azt, hogy sokan vagy nem, hát ez mindig olyan kérdés egyébként a világban. Most a sajtóban megjelent egy cikk, én ezt így nem mondom be a rádióba, a hírekbe, mert nem szeretem az ilyen, de azt mondják, hogy az igazság az nem sok embert érdekel.
ilyeneket mondanak ma a sajtóban. Még a média hatóság is közzéteszi az ilyen kutatási eredményeit, hogy hát nagyon sok hamis sajtó hír van, több mint a fele állítólag így írják, ők írják, úgyhogy ezért mondom, hogy hát mindenki maga dönti el, hogy mi érdekelje, és mit nézzen meg, mit hallgasson meg. Végül is érdekes, hogy több mint 20 úgymond beszélgetés, már ilyen fórumszerű beszélgetésre hívtak meg az ország különböző részébe a könyvem kapcsán, de a könyv az csak egy apropó, hogy egy aktuális társadalompolitikai kérdésbe hogy alakult az állam és egyház kapcsolatának történetessége, hiszen a 20 éves emberek akkor még nem is értek, még talán gondolatban se voltak. De ezeknek ugyanolyan fontos kellene, hogy tudja, hogy hogy indult az, ami ma van. Az a ma, ami van, az ugyanazokkal a gondolatokkal és cselekvésekkel folytatta tovább a tevékenységét, vagy módosította. Hogy módosította, pozitív vagy negatív értelemben. De ha nem ismerem az alapot, akkor nem tudom azt, hogy ami van, azt nem tudom annak az értékét meg magam számára megismerni legalábbis. Ezért ilyen fórum beszélgetéssel könyv kapcsán elég sok volt legutóbb, például Egerbe volt a egri érsekkel közösen egy beszélgetés, elég sok résztvevővel, tulajdonképpen a fórumon államegyház kapcsolata, önkormányzatok és egyházak kapcsolata, egyházak társadalmi szerepállása, tehát gyakorlatilag a 30 év történéseinek egy áttekintése. Úgyhogy most újra a pandémia valamelyik ága jön, most megint vagy három ilyen előkészítve meg volt, de ezek előbb-utóbb úgy tűnik, hogy később időszakra kerülnek majd bemutatásra, de érdekli az embereket. Szóval kezdi érdekli az embereket, hogy hogy is történt az, és jó-e az, ami ma van, és ha igen, akkor az hogy alakult? Mi annak az alapja? De nem csak az az érdekesség, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldi, mondhatnám barátaim vagy volt, akikkel együtt próbáltuk annak idején ezeket a görcsöket feloldani, mindegy, hogy ez volt szocialista országban, vagy akár Ausztriában, vagy Spanyolországban, ezekkel való kapcsolatban, ezek se szakadtak meg. Na de ők kérdeznek, hogy mi történhetett annak ellenére, hogy ekkor is ekkor vagy. Tehát a budapesti ajánlás, ami 97. március 5-én látott napvilágot egy világkonferenciát szervezése során, ugye egy budapesti ajánlás, ez 10 pont, ezek evidenciák voltak. Hogyan kell viselkedni? Tehát egy grémium végigtárgyalja a világ minden tájáról idejövök, és azt mondják, hogy igen, a 21. század kihívásaira hogyan lehet kölcsönösen jó válaszokat adni, és kölcsönösen cselekedni. Ebben benne van természetesen a szegénység, a klímaváltozás, a migráció, és így tovább, tehát a tisztességes párbeszéd fontossága, a megbékélés, hát ezekben az egyházaknak jelentős szerepük kell, hogy legyen, csak ahhoz kell tisztességes beszélgetés, párbeszéd, együttgondolkodás. Ilyen együttgondolkodási fórumokat rengeteget csináltunk. Ezek folytatódnak most más címszó alatt, tehát gyakorlatilag ugyanarról van szó, mint az úgynevezett alkotási időszakban, hanem az együttgondolkodás. Én mindig annak örülök, tehát mondtad, hogy tanárként, hogy fiatal arcokat is látok, amikor egy-egy fórumon részt veszek, mert számukra az mind újdonság. Lehet, hogy a nagyszüleik talán tudják, hogy mi volt 48 vagy 45 előtt, de nem biztos, hogy át tudták adni. És az át is vette, vagy a kor a gyereket hogyan változtatta meg úgy, hogy nem érdekli a szülei hovatartozásának, vallási hovatartozásának identitása. De lehet, hogy ezzel a beszélgetésen rájön arra, az ő hovatartozása miért lehet fontos. Tehát ezért mondom, hogy ennek egy vallási ismeretterjesztő, kortörténeti, hiteles személyekkel való beszélgetése. Úgyhogy ha belegondolunk
közel 190 interjú. Természetesen változtak közben egy-egy funkciót betöltő, mindegy, hogy püspök, és akkor az újak is belekerültek ebbe. De természetesen azt is csináltam, hogy az akkori beszélgetés óta eltelt időszak az ő életében mit hozott? Milyen újdonságot hozott? Ezért számára nagyon fontos az, hogy mondjad el, hogy most hogy látod azt, amikor akkor 3-4 évvel ezelőtt beszélgettünk, az számodra ez most mit jelentett, hogy változott vagy nem változott, és ha igen, akkor pozitív vagy negatív irányban. Tehát ne én mondjam el, hanem az a saját bőrén érzi a változásnak a pozitív vagy negatív hatását. Én azt szeretném akkor most kérdezni, ugye eddig beszéltünk arról, hogy milyen ez a sorozat, na de akkor végül most mi történt benne? Itt ugyanis több dologról is szó van. Egyrészt elmondhatnád azt, hogy a vendégek azok kik? Egyházi vezetők, vagy zenészek, vagy politikusok, vagy tudósok, vagy mind mondd el. A másik az, hogy a történelemben mi a fontosabb, ami 30 évvel történt, vagy ami ma történik? Jó, hát mind a kettő fontos. Tehát a beszélgetés az természetesen arról szól, hogy hogy alakult az ő életébe a rendszerváltás utáni tevékenysége. És hát eljutunk mába, sőt a jövőbe is, hogy látja a jövőt. A mai értékelés is benne van a beszélgetésben. Nem véletlenül az embernek azért kell felkészülni ezekre a beszélgetésekre, hogy a ma történésekre is rá tudjon kérdezni. Említetted azt, hogy kik politikusokat nem hívok. Nem csak azért, mert megállapodtunk, hogy nem politikáról beszélünk, hanem társadalom, tudósok, igen, történészek, jogászok természetesen itt vannak. Politikus nem, miért? Én ugyan nem vagyok politikus, de a politikusnak, politikust köti a pártfegyelem. A pártfegyelemből adódóan pedig nem biztos, hogy ő elmeri mondani őszintén az, amit érez, azt, amit érez. Ha nem kérdezi meg a főnökét, és nem kap rá megfelelő ukázt, hogy igen, mondhatja. Ebből adódóan én hiteles személyeket szeretnék, hiteles személyeket, akik tisztességesen, őszintén, valóban a szívük szerint mondják el, mások számára is fontos egyéniségeket, egyéniségből adódó, funkciából is adódó tevékenységeket. Erről szól az egész. Ezért igaz, amit mondanak. Meg lehet kérdőjelezni, de én nem kérdőjelezem meg, hogyha bármit mond, csak én azért nem akarom, ki akarom, tehát független attól, hogy természetesen lehetne politikus, csak nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni. Ezért nem hívom meg. De természetesen a társadalomban lévő nagyon sok különböző szakmáknak a képviselői ott vannak, és sőt, ugye mivel 6 éve működik, mondjuk olyan személyeket még egyszer meghívok, akivel annak idején, mondjuk Erdő Péter Biboros úrral beszélgettem az elején, a vallásszabadság Magyarországon alakulása, abba való részvétele. Ugye itt gondoljunk abba, hogy ugye egy jogász emberről van szó, aki valóban tényleg a kánonjog, azt lehet mondani, Európa talán legjobb ismerője, de a magyar és a nemzetközi jogot is nagyon jól ismeri. Nem véletlen akadémia jogi szekciójának a rendes tagja. Tehát természetesen akkor arról, de legutóbbi beszélgetés az volt, hogy a három pápalátogatásnak milyen hatása volt az egyházra vagy a társadalomra. Hogy látja ő, aki mind a háromba részt vett, mindig más volt, de ugye mivel éppen ez az év egy ilyen kerek évfordulók éve, ugye 30 évvel ezelőtt II. János pápa a magyarországi több mint egy hetes látogatása szenzációs. Egy 40 év után megjelenik a szocializmus, majdnem azt mondom, hogy egyik leépítő személyisége, egy lengyel pápa, és tulajdonképpen Magyarországon óriási tömegeket vonzva, az ifjúságtól kezdve minden vallás, minden más vallás vezetőivel, tudósokkal volt találkozása.
óriási hatása volt. Az egy más kérdés, hogy hogy tudta ezt tovább gondozni maga az egyház, meg a személyiségbe ez mit adott pluszt. 25 évvel ezelőtt volt a 96-os látogatása, aminek az egy kétnapos volt, aminek a célja igazán az volt, hogy Alexi pátriárkával Pannonhalmán, a 900 éves pannonhalmi, és mondjam, ünnepség sorozatába megjelennek, és az 1054-es egyházszakadásra egy megbékélés dokumentumot írnak alá. Ez volt tulajdonképpen akkor a kétnaposnak az igazi célja. Hogy ez nem jött össze, ez nem a pápán múlott, de ő azért nem mondta vissza, hanem eljött. És most, amikor a 52. Eucharisztikus Kongresszus Magyarország kapta Fülöp-szigetek után, akkor Ferenc pápa pedig a záró szentmisén volt. Na most, a záró szentmisén, meg azt megelőzően különböző csoportokkal találkozott, tehát az államvezetőivel, a püspöki karral, a különböző magyarországi egyházak vezetőivel, ökumenikus, és így tovább, zsidósággal, és utána ugye mindegyik beszédében üzenetek vannak. Ezek az üzenetek, ezek annyira fontosak, kellene, hogy legyenek minden ember számára, természetesen a politika számára is. Hiszen ez a Argentinába született, de olasz származású pápa Magyarországból felkészült. Olyan személyeket mondott példának, Szent István király és annak intelmei, aztán Szent Erzsébet, a szegénység, ezek mind valamihez kötődően. A Lánchíd a összekötő szerepe, Radnóti Miklós az antiszemitizmus egyik példájaként. Tehát olyanokat mond el, amit minden embernek benne kell, hogy legyen a szívébe, hogy így kellene másikhoz való viszonya, és egyáltalán a társadalom részvételének ezt a fajta, ezeket a példákat. Nem biztos, hogy a pápának kell megmondani, hogy hogy kellene viselkedni, hanem ezt ismerni kellene, és ez kellene, hogy érződjön az egész társadalom számára. Tehát igenis, az üzenetei, mind a háromnak voltak üzenetei. És ez hogyan tudod tovább gondozni? Te, mint egyház, vagy te, mint személy, aki ott vagy. Több százezer ember vesz részt ezeken. Nem igaz, hogy az érdeklődésem nem azért van, hogy ott legyek, hanem azért, hogy mit kapok. Milyen munícióval mehetek haza. Tehát ez is egy fontos lehet. De természetesen olyan személyekkel is, akikkel valamikor akkor találkoztam, mondjuk egy Szebik Imre evangélikus püspök, akkor püspök elnök volt, majd később nyugállományban, de azért a Biblia tanács vezetője, ökumenikus tanács, és így tovább. Tehát tovább él, csak más közegben, más feladatokkal. Az is fontos, azt is meg kell, hogy ismerjék, mert két különböző feladat, de azért gyakorlatilag összeköti az előzőt a új feladatával. Így körülbelül négy-öt olyan személy volt. Vagy például Eizer Andrással kétszer beszélgettem, az első, az természetesen a Magyarország zsidóság életéről, alakulásáról. Természetesen benne a holokauszt utáni nem könnyű időszak átéléséről. De a második beszélgetés meg az volt, hogy mit hozott számára mondjuk két olyan látogatás. Merkel asszony Magyarországon van, kancellár asszony, és azt kéri, hogy szeretne a mazsihisz találkozni, de legyen ott mind az öt zsidó szervezet vezetője. Tehát össze is hozom, és tulajdonképpen hozott-e ez valamit az egyház, vagy a felekezetek közti kvázi párbeszédbe is. Vagy amikor Netanyahu és Orbán Viktor volt szintén, és ott a beszédében, Eizer András köszöntő beszédében, de elmond egy olyan, hogy megköszönve az, hogy valóban a Magyarország zsidóság megtalálta helyét, stb. De
minden egyház nevébe felteszi azt a kérdést, hogy 72 évvel ezelőtt elkobzott vagyonnak a jogi rendezésével kellene az egyházak önálló gazdálkodását megteremteni. Igaz, hogy nem kapott rá választ, de ő nem önös érdekből mondta ezt. Nem a zsidóság érdekében, hanem a személyiségeknek a ott léte, az mennyire tudja inspirálni azt, hogy ne a mindenkori politikához kötődően működhessenek az egyházak. Szóval ezek, ha valaki ezeket nem tudja igazán magáévá tenni, ezeket az üzeneteket, ezeket a beszélgetéseket, mert ezek ilyen vonzata. És természetesen, akkor azt mondom, hogy egy szerzetesen mondjuk mindegy, hogy Várszegi Asszik, vagy a Korzenszki Rihárdal a beszélgetésre, azt lehet mondani, a legrégebbi szerzetes rend, amelyik a bencések, hogy alakultak, és végül is ők hozták be az oktatást 1000 évvel ezelőtt Magyarországra. Hát ezt az oktatásban résztvevőknek ezt a fajta tiszteletet azért mégiscsak meg. Tehát ennek mindegyiknek van nagyon sok olyan, de mondhatnám bármelyiket. Mondjuk Mihályfi Balázs, aki a magyar iszlám közösséget létrehozta annak idején, most Bécsbe élő sejk. Természetesen való beszélgetésen az, hogy egyáltalán hogy jut el egy katolikus ember odáig, hogy számára váltást jelenthet az arab világot meghatározó vallás, a muszlimoknak az élete is, és lefordítja még a Koránt is. Tehát megint csak azt lehet mondani, hogy egy ember változása és milyen hatása volt, minek hatására, és amikor említem neki az, hogy és mit szól ahhoz, hogy ugye ez a migráció ez sok emberben rengeteg félelmet ad, hogy akkor hogy alakul Európa, meg egyáltalán jövője, akkor végigjárta az egész arab világot. Tehát nincs olyan arab ország, ahol ne járt volna annak idején. Míg eljutott odáig, hogy ő végül is egy sejként ma más feladattal foglalkozik Bécsbe. És mit mond? Nagyon egyszerű logika. Azt mondja, hogy sajnos az arab világ és a nyugati világ közt igazán párbeszéd soha nem volt. A párbeszéd csak a pénzről és a fegyverekről szólt. Ha nem ismerjük egymás kultúráját igazán, kölcsönös, akkor pontosan mind a kettő pontosan tudja, hogy ha meglátogató, ide megyek, akkor tudom, hogy hova megyek. Mi vár ott engem? Tudok-e integrálódni, vagy nem tudok-e integrálódni? Tehát nem mindegy az, hogy ezek a szellemiséget adó óriási történelmi hátterekkel rendelkezik. Ezek tudnak egymással párbeszédet folytatni a mai és a jövő nemzedék érdekében. Tehát ezek mind olyan beszélgetések, amiből ki lehet ezeket is szedni. Ha valakinek, most nem kell ahhoz vájt fül, megismer, vagy mi az, hogy protestantizmus, és annak miért van Magyarországon ennyiféle ága? Tehát, és nem csak arra gondolok, vannak református, evangélikus, baptisták, és itt, vagy kimondottan magyar eredetű egyház, mondjuk a unitárius egyház. Hogy alakult az, és miért úgy alakult, és mi történt akkor azon az országgyűlésen, aminek a vallásszabadságot először mondta ki egy parlament. Szóval én most egy kis kortörténet próbálom a személyiségeken keresztül, ha valakit ez a beszélgetés arra inspirál, hogy tényleg meg is nézem már akkor, hogy is volt ez, amiket ez mondott, vagy azt mondott, akkor a saját tudását, intelligenciát növelheti vele. Hát ezt akartam én is kérdezni, hogy akkor ez a sorozat segítette abban, hogy a párbeszédnek a fejlődését tudjuk-e bizonyítani ezekkel a beszédekkel, hiszen mi is a rádióban is nagyon sokat beszélünk, hát fő témánk a reformáció története, vagy a 21. századi reformáció, de egyébként mindenki elismerte azt is, hogy ugye amikor te kezdted a munkát, és nyilván te is tudod, hogy akkor az egyházak mint egy szabadok lettek, és ezért az egymástól való elhatárolódás irányába mentek inkább. De aztán, mikor jött a reformáció 500 emlékéve, akkor
rá, mindenki rá gondolt, hogy ja, hát akkor ne a szakadást ünnepeljük már, hogy ennyi, ahogy te is mondtad, ilyen sok protestáns közösség jött létre, hanem megpróbáltak közelebb jönni egymáshoz, és hát amit itt az előbb elmondtál, valószínűleg itt ez a pápai látogatás is, ez ebben nagyon belelépett, hát hiszen itt tényleg minden egyház részt vett ebbe a rendszerben. Na, tehát, de a beszélgetésekből hogy derül ki, hogy szerinted az embereknek a tevékenysége vagy a véleménye az segíti, hogy fejlődjön a egyházak közötti párbeszéd? Persze, én optimista vagyok, és azt mondom, hogy ez is segíthet. Tehát egy ilyen beszélgető műsor egy-egy személyiségének keresztül is el lehet jutni odáig, hogy azt mondom, hogy igen, ez számomra nagyon fontos volt. Tehát nem véletlenül ökumenikus tanács elnökével vagy főtitkárával is beszélgettem, tehát amikor azt mondom, hogy az ortodoxia és a protestantizmust összefogó tizenvalahány egyház felekezett vallási közösségek közösen miket tudnak tenni az ország és a mások megismerése állandó résztvevője a katolikus egyház. Tehát ugye ezek mind olyan lehet, hogy ugye a második vatikáni zsinat 65, annak azért nagyon nehezen megy le a mit mondott ki ezzel kapcsolatosan, az, hogy nyitni kell más vallások felé is. Tehát itt ebbe a kölcsönös párbeszéd, együttlét, és így tovább. Tehát amikor reformáció napja van minden évben, akkor természetesen ezeknek az úgynevezett istentisztelet sorozata minden templomban megtörténik. Tehát gyakorlatilag nagyon sok olyan példája van ma már, hogy igen, az embert szolgáló, az emberek bizalmával lévő, különböző vallási felekezetek közt mindig az ember az érdekesség. És az ember ismereteinek, tisztességes egymáshoz való kapcsolatának, egymás szeretetének elősegítése kell, mindegyiknél ez van. És én azt mondom, hogy talán ez a műsor is valami ehhez adott, vagy adhat esetleg arra impulzust, hogy nem a gyűlölet, hanem a szeretet legyen elsősorban az emberek életébe, a másik, a szomszéd és bárkivel szembe is. És ami nagyon fontos, és ezt mindig is hangoztatom, és aki kvázi, én nem szeretem ezt a szót, de hatalmon van, az nem hatalom, hanem szolgálat. És tehát ez a szolgálat szót érezhetné az emberek, mindegy, hogy ez egy polgármester, vagy egy miniszter, vagy bárki, hiszen a miniszter szó is a minisztráns szóból ered, tehát gyakorlatilag az is a szolgáló szó. Ezért mondom, hogy ezeket nem biztos, hogy a mai nemzedék, a gyerekek ezek ismerik, de azért vagyunk mi, meg az ő szüleik is, hogy a mi tapasztalatainkkal próbáljuk segíteni az ő egyéniségnek a kibontakozását. Pláne most, hogy nyitott az ország. Bárhova mehetnek. Nem mindegy, hogyha megkérdezik bárhol. Olyan kérdésekre, ami a világvallások bármelyikhez, és fogalma sincs hozzá, akkor azt jelenti, hogy Uram Isten, ez még ezt se tudja, pedig a műveltségének része kellene, hogy legyen, hogy megismerjen olyan dolgokat, ami elsősorban az ő egyéniségét, vagy a jövő mondjuk munkáját is elősegítheti, vagy emberi kapcsolatait. Tehát ezért még annyit azért hadd mondjam, hogy én arra gondoltam a jövőt illetően, ha egyetértesz vele, hogy a következő fél évben, vagy 10 hónapban azt a 10 emberre emlékezünk, akik sajnos már nincsenek köztünk a 190-ből. Hogy a különböző televíziók, rádiók újra meghallgassák, ki az a Bőzsöny Ferenc. Ki volt az a Bőzsöny Ferenc? Na, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a főbemondó, a rádiónak azt lehet mondani, hogy nem csak orgánuma, hanem emberi méltóságát is megismerje. Vagy egy Havasi József, aki a Szalézi rend, tehát Don Bosco Magyarországon újrainduló rendfőnöke elindította a Szalézi rendnek azt a tevékenységét, amit sokan nem is tudnak,
hogy a perifériára szorult gyerekek nevelését hogyan lehet elősegíteni a társadalom számára, önmaga számára és a társadalom számára is ember legyen, igazi ember legyen. De természetesen olyan, mondjuk polgármester Köteles László, Komlóska, egy 200 lelkes kis falunak, akiket mondok, ugye nincsenek már köztünk. De az ő élettörténetik az lehet példa a következő nemzedék számára is. Úgyhogy, vagy Snell György, aki a Szent István Bazilikának a plébánosaként, de püspökként a pandémia vitte el. Tele volt még ambícióval. A vele való beszélgetést mindenki, vele való beszélgetést is mindenkinek javasolna. De én azért, vagy például azt mondja, hogy Gersely Vilmos most lenne 100 éves. Londonban élő báró Magyarországra jár, és itt hogy segíti az egyház belső életének megújulását? Egy példa lehet, hogy nem véletlenül jár haza, és miért jár haza, vagy járt haza. Hajdú Zoltán, országgyűlési képviselő, református lelkész, Enyingen. Amikor Enyingre visszakérik a tulajdonrendezésnél a volt református iskolájukat, akkor abban maradunk, hogy Enying és környékén nincs zeneiskola. Mi lenne, hogyha ti itt egy olyat hozná, hogy ne kelljen az ott lévő gyerekeknek Székesfehérvárra bejárni. És ma azt lehet mondani, hogy egyik leghíresebb Tinódi Lantos zeneművészeti és alapművészeti iskolát hoztak létre. Tehát a társadalom aktuális mostani kihívásaira tud-e az egyház váltani akkor, amikor lehetősége van, mondjuk intézményfejlesztésben? De hát természetesen Mosolygó Béla. Mosolygó Béla görögkatolikus lelkész, aki tulajdonképpen a cigány pasztorációjának egyik ikonok alakja. Hodász és tovább, nem, ugye Felső-Tisza vidékről beszélek, aki megtanulja még a nyelvet is, és hogyan tud, és az ő története az ő, hogy amerre jár ezekkel a cigány gyerekekkel, hogy megcsodálják, hogy ezek a gyerekek hogy tudnak viselkedni. Tehát ugye egy lelkész hogyan tud hatni arra rétegre, ami sokan kvázi nehezen tudják elképzelni. De hát most megint csak mondjuk Újvári Jenő Pécs alpolgármestere. Pécs kulturális főváros címszó alatt időként, akkor, amikor 2010-ben, akkor ő volt felelős azért, hogy az egyházakkal közösen ott ez a kultúra főváros bemutassa az 1000 éves egyházmegyétől kezdve a sokszínű, több vallás, a kincses Baranya fővárosát. Tehát ugye ezek az emberek, ezek mind példák lehetnek. Közműledés szakember, de bemegy a közigazgatásba, és a közigazgatáson keresztül tud hatni másokra is, és egyáltalán egy ilyen személynek az életét is érdemes megismerni. De van ott egy olyan, aki az egyházakkal nagyon. Hát Szigeti Jenő. Minden egyházzal együttműködött. Ugye most lenne éppen névnapja is, nem? És Szigeti Jenővel kétszer is csináltam interjút. Az első még a kezdeti időszakban, hiszen együtt csináltuk a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvényt. Ő az akkori úgynevezett Szabad Egyházak Szövetségének a vezetőjeként, adventista egyház elnökeként. Egyház történészként is rengeteget tett azért, ami akkor kialakult, és természetesen a második beszélgetésnél az ő életpályának alakulása, és annak egészen sajnos nem sokára rá ő elment, de azt hiszem, hogy a adventista egyház, de nem csak ő egy kimondottan az ökuménének egy személyisége volt. Hordozta, mindenkivel remek kapcsolata volt, mindegy, hogy milyen valláshoz kötődött. Ezért mondom azt, hogy vannak most igaz emberek is, egy igaz emberek is vannak, tehát gyakorlatilag ezek az emberek példát adhatnak, hogy így is lehet gondolkodni, független attól, hogy ő melyik valláshoz tartozik. Tehát nem mindegy az, hogy,
hogy egy-egy személyiség az hogyan lehet. Már az ökumenikus tanács most megdíjazta őt. Igen. Hajnal György például, azt mondja, Hajnal György a Regnum Marianum templom 14. kerületbe építésével, sőt a Regnum Marianum, ugye hát azt a templomot, amit a Dózsa György téren volt, azt ugye lebombázták, vagy mit tudom, szétszették, de Poskai Biboros úr kapott egy feladatot, hogy a 14. kerületbe hozzon létre egy Regnum Marianum templomot. Nagyon érdekes, hogy az akkori polgármester asszony ingyen adott telket azért, hogy legyen itt egy közösség, és ő nem templomot épített, hanem közösségi házat. Minden volt benne, kiállítástól kezdve a zarándokok csoportjáig, és így tovább. Hihetetlen munkát végzett, olyan gyűjteményt hozott létre, amit sajnos lehet, hogy előbb-utóbb talán majd mások is fognak látni, ami egy egyház művészeti erekjeként is lehetne megismerni. Most csak elmondtam ezeket a neveket. Ezeket szeretném, hogyha a következő évben nem újakat csinálunk, hanem majd amúgy is ez a pandémia miatt több mint valószínű, hogy nehezebben lehetne, bár szívesen jönnek, nem arról van szó, de megérdemlik ezek az emberek, hogy emlékezzenek rájuk, vagy emlékezzünk mi is rájuk. Igen, ez mindig így van a rádióban, mi mindig megemlékezünk a születésnapokról, halálnapokról, mert hogy valóban a valóságot azt illik úgy elemezni, hogy azért, ami eltört, elment, azt is, arra is mindig emlékezzünk, ne csak azzal, arra, ami most van velünk, igaz? Ezért aztán most ezt is ugyanúgy, meg korábban is mindig megismételtük, amikor ilyen emléknapok voltak, de ezt ajánljuk akkor kedves nézőknek és hallgatóknak is. És akkor köszönjük szépen ezt a sorozatot, aztán folytatás lesz. Igen.